Ez a Híradó 8 órakor, az M1-en, Kontra György vagyok, jó reggelt kívánok! Magyarországot és Japánt több dolog köti össze, mint amennyi szétválasztja. Erről Tokióban beszélt Orbán Viktor, amikor megnyitotta a Szép Művészeti Múzeum tárlatát. Japán és Magyarország 150 éve vette fel a diplomáciai kapcsolatot. Ezt ünneplik most a kiállítással. A kormányfő azt is mondta, hogy az új budapesti múzeumi negyed felépítése az egész nyugati világ legnagyobb kulturális beruházása. A magyaroknak bizonyítaniuk kell, hogy a világnak szüksége van rájuk. Nekünk be kell bizonyítanunk, hogy a világ jól jár, ha vannak benne magyarok. Ezért van több mint egy tucat Nobel-díjasunk. Ezért szereztünk több mint 170 nyári olimpiai aranyérmet. És ezért vagyunk képesek olyan zenére, amit Liszt komponált, és olyan festményekre, amelyeket önök itt láthatnak. Mind-mind arról szól, hogy a magyarok helyet követelnek maguknak a nap alatt. És meg akarjuk győzni a világot, hogy a világ is jól jár, ha vannak magyarok. Közép-Európa sikere, hogy a londoni NATO csúcs zárónyilatkozatában elismerték, hogy a délről érkező migrációval igenis foglalkozni kell. Ez egy jelentős lépés, amiben a magyar külügynek is nagy szerepe van, ezt mondta Orbán Viktor Londonban. Ennek kapcsán Georg Spötle biztonságpolitikai szakértő arról beszélt, hogy komolyan kell venni a migráció okozta terrorveszélyt, mert Európában a radikális szervezeteknél folyamatos az utánpótlás. A NATO katonái ezt a jelenséget már az elmúlt években is megtapasztalhatták. Ott vannak azért a krízisrégiókban, ott vannak Líbiában, ott vannak a Kongói Demokratikus Köztársaságban, ott vannak az észak-afrikai vagy nyugat-afrikai országokban, ahonnan a migráció elindult, tehát a kibocsátó országokba, ott vannak Líbiában, Tunéziában, ahol ezek az emberek tovább jönnek. És azért ott vannak ügynökeik, akik nyilvánvalóan érintkeznek ezekkel az emberekkel, mind az embercsempészekkel, és azért tudják, hogy hány szalafista jön át, hány olyan harcos jön át, akik valamilyen módon vagy az Al-Qaidánál, vagy az Al-Shabaabnál, vagy az Iszlám Államban már kaptak katonai kiképzést, foglalkoztak bombagyártással, és nyilvánvaló, hogy összerakják ezeket az információkat nemzetközi szinten, ami eljut ugye a NATO főtitkárához, Stoltenberg úrhoz, akkor kapnak egy olyan képet, hogy mekkora veszély leselkedik Európára. Októberben is nőtt több mint 6%-kal a kiskereskedelmi forgalom. Az immár több mint 6 éve folyamatosan növekvő lakossági fogyasztás is megerősíti, hogy egyre többen dolgoznak, és hogy folyamatosan emelkednek a fizetések. A legtöbb pénzt várhatóan decemberben hagyjuk majd az üzletekben. Az előzetes becslések szerint csak karácsonyi ajándékokra 100 milliárd forintot költünk majd. Hát nem tudom, ilyen 100 ezer forint. 30 ezer forint körülbelül fejenként. Minimum 150. Ennyit terveznek költeni karácsonyra az általunk megkérdezett vásárlók, akik már az ünnepi ajándékok miatt keresték fel az egyik fővárosi bevásárlóközpontot. A nagy ajándékvadászat már ősszel elkezdődött, ezt támasztják alá a legfrissebb kiskereskedelmi adatok. Ezek szerint októberben több mint 6%-kal növekedett a boltok, áruházak forgalma egy év alatt. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium szakállamtitkára ehhez még hozzátette, főként tartós árucikkeket, így például elektronikus termékeket, háztartási eszközöket és bútorokat vásároltak leginkább a családok. Az élelmiszervásárlás az stagnált, az 3-4% között mozog úgy, ahogy az elmúlt hónapokban is, viszont a nem élelmiszer jellegű iparcikkeknek az értékének a növekedése az jelentős volt, közel 10%-kal növekedett az elmúlt időszakban. Az adatokból az is kitűnik, hogy évről évre kétszámjegyű növekedés mutat az internetes megrendelések aránya, ami arról árulkodik, hogy az utóbbi időben jelentősen átalakultak a vásárlási szokások. Szakemberek szerint a karácsonyi leárazásoknak, az emelkedő béreknek és a növekvő évvégi jutalmaknak köszönhetően idén, decemberben minden korábbi rekordot megdöntve 1200 milliárd forintot hagyhatunk a boltokban, szaküzletekben, áruházakban, a töltőállomásokon, ami nagyjából 6%-kal több, mint egy éve volt.
Hozzávetőleg ennyivel növekszik majd a kifejezetten ajándékokra költött pénz nagysága is, amely idén a 100 milliárd forintot is meghaladhatja. 3 éve több mint 10%-kal nőnek a jövedelmek. Ez azt jelenti, hogy a vásárlóknak több pénzük van ajándékokat is vásárolni. Változik is az ajándékvásárlás szokása. Ez azt jelenti, hogy például a nagyobb értékű műszaki cikkekből több ajándékot vásárolnak, ugyanakkor a hagyományos ajándékozási cikkek köre lényegesen nem változik, ide tartozik a játékkönyv. Immár több mint 6 éve folyamatosan növekszik a lakossági fogyasztás, ami lendületben tartja a magyar gazdaságot, és aminek köszönhetően a GDP mintegy 5%-kal bővülhet majd idén az elmúlt évhez képest. Vagyis a fogyasztás az egyik legfontosabb hajtómotorja a magyar gazdaság növekedésének. Az év legédesebb időszakához értünk, ilyenkor fogy ugyanis a legtöbb édesség az országban. Csaknem 700 tonnányi csoki Mikulás készült, és persze a szaloncukor a másik slágertermék. A Mikulás egész éjjel úton volt a gyerekekhez, és a híradó legelején láthatták, hogy hozzánk is megérkezett, de már tegnap napközben is többeket meglátogatott. Kaposvárra a segítőit küldt el, akik motorral vitték az ajándékokat. Motoron érkeztek a Mikulás segítői Kaposvárra csütörtök délután. Bejárták az egész várost, rengeteg gyereket megleptek, zsákjuk tele volt ajándékokkal. Ez a kisfiú több csomagot is kapott, azonnal kibontotta őket és nekilátott a csoki Mikulások majszolásának. Vártam, hogy kaphassak egy ilyet, cukrot meg csokit. Azt vártam, mert már nem volt csoki. Csoki Mikulás minden gyerek csizmájába kerül. A közepes méretű 50-100 grammos üreges tejcsokoládéból készült termékek a legkeresettebbek. A vásárlók az adventi időszakban 20-25%-kal többet költenek. Az idei ünnepi szezonban cégünk 300 különböző desszerttermékkel készült a vásárlók számára, melyek közül kiemelném a Csoki Mikulásokat, amikből 90 tonnát tervezünk értékesíteni ebben az időszakban. Ha trendeket nézzük, elmondhatom, hogy a valódi tejcsokoládéból készült Csoki Mikulás a legnépszerűbbek, de szépen növekedett az étcsokoládéból készült Mikulások forgalma is. Csoki Mikulásból és szaloncukorból összesen több ezer tonna fogy itthon. A magyar édességgyártók idén decemberben több mint 10 milliárd forintos forgalommal számolnak. A minőségi termékeknek az előre törése az továbbra is tart, és ezek azért magasabb polciáron érhetőek el. Ez lesz a várható mondjuk forgalom tekintetében, ízek esetében pedig a Mikulásoknál ugyanúgy azért a tejcsokoládéból készült, valódi csokoládéból készült Mikulások vannak, most már csak a polcokon, nagyon örülünk. Ezt a korábban években is hangsúlyoztuk, és ami most szerintem pozitív, hogy ezt a folyamatot látjuk már a szaloncukrok esetében is. Az édességgyártás a magyar élelmiszeripar sikerágazata, több mint 200 vállalat, mintegy 5000 embert foglalkoztat, árbevételük pedig tavaly meghaladta a 200 milliárd forintot. Stratégiai ágazat lett az élelmiszeripar, benne az édességgyártás, és külön dedikált forrás áll rendelkezésre, fejlesztésre ezen belül is, és nem csak, elég nagy küzdelem volt ez, nem csak az uniós források állnak itt rendelkezésre, hanem hazai forrásokat is, hazai költségetési forrásokat is biztosított. Az édességgyártók kezdeményezték a szaloncukor hungarikummá nyilvánítását, az ugyanis, ahogy a magyar cukrászok készítik és csomagolják, egyedülálló a világon. Megújult a Szent Lőrinc gondozó otthon Pécsett. Az intézmény egy négyszintes, közel 3000 négyzetméteres épületrésszel bővült, amelynek alsó szintjén főzőkonyha és mosoda is van, az emeleten pedig 40 idős részére lakóhelyiségeket alakítottak ki. Fülöp Attila szociális ügyekért felelős államtitkár az átadón arról beszélt, hogy az országban több mint 58 ezer férőhely áll rendelkezésre idősek számára bentlakásos otthonokban. Az állam 60 milliárd forintot költ évente az ellátórendszerre. A 2020-as költségvetési évben az ilyen típusú intézményeknek, mint ahol most is vagyunk, egy komoly normatíva emeléssel próbálunk meg segíteni. Ez körülbelül 50%-49%-os emelést jelent a demens bentlakásos idős otthonok esetében, és ez azt jelenti, hogy reményeink szerint ez könnyíteni fogja, biztonságosabbá teszi, kiszámíthatóvá teszi a pénzügyi tervezést.
megnyílt az Acél és Szív című 1000 év történeti fegyvereit bemutató időszaki kiállítás a Magyar Nemzeti Múzeumban. A tárlat megnyitóján Kovács Zoltán államtitkár arról beszélt, hogy a fegyverek minden korban a lenyomatát is jelentik annak a kultúrának és azoknak a képességeknek, amelyeknek az ember a birtokában van. A kiállítás az egyik beharangozó eseménye a 2021-es Magyarországi Vadászati és Természeti Világkiállításnak. Életünk szinte minden szakaszában vagy tevékenységében, a művészettől a természetben való létezésig a vadászat valamilyen formában feltűnik. Jelen kiállításnak is az az egyik feladata, hogy megmutassa egy 1000 éves időmetszeten keresztül, vagy erre kísérletet téve, hogy mit gondolunk, mit látunk a vadászatról. Zenés ünnepség keretében kapcsolták fel a fényeket a Vatikán karácsonyfáján. A Szentpéter téren felállított 26 méter magas lucfenyőt az észak-olaszországi Veneto tartomány egyik települése adományozta. A hatalmas fa abból az erdőből származik, amit tavaly ősszel csak nem teljesen letarolt egy pusztító erejű vihar. Több mint 1000 gömb díszíti, az ünnepi fényt ezúttal is energiatakarékos izzók adják. Felavatták a karácsonyfa mellett elhelyezett Betlehemet is, ami teljes egészében fából készült. Az embernagyságú figurákat hagyományos venétói viseletbe öltöztették. Az alkotásba beleépítettek néhány fatörzs maradványt is, amelyek szintén a tavaly őszi pusztító vihart idézik. 45 ezer plüss állatot dobtak a jégre a szurkolók az amerikai hoki liga egyik meccsén. Már az első gól után örömünnep és percekig tartó plüss eső kezdődött. A csapat évente megrendezi a jótékonysági plüssöt, leginkább a mackók dobálását. Idén rekordot állítottak fel, ha az összegyűlt játékokat 40 intézmény, köztük óvodák, kórházak között osztják szét. A plüssmacikat fél óra alatt tudták csak összeszedni a jégről.